Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A közéleti kerekasztal vendége Lovas Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, szép estét mindenkinek. Beszélgetésünk apropóját többek között az is adja, hogy Tatán volt az előző hét végén a Helyi Televíziók Egyesületének közgyűlése is, meg konferenciája is. Miről tanácskoztak, miről szólt ez a történet? Először is köszönet a Tatai Televíziónak, személyesen igazgató főszerkesztő úrnak is, és természetesen a város polgármesterének, hogy most már sokadik alkalommal vendégül látnak bennünket, illetve hát el kell, hogy mondjam, hogy még az elnökségi ülésünket is itt rendeztük, tehát már az előző nap, a közgyűlés megelőző napon itt voltunk, és átbeszéltük a 30 éves születésnapi évünknek az eseményeit. Ez egészen pontosan 2019-ben következik majd be, ez is egyik témája volt egyébként a Helyi Tévék Országos Egyesületek közgyűlésének. Amit én fontosnak tartok kiemelni, az a médiahatósággal történő rendszeres egyeztetés, megbeszélés. Ilyen szép számmal a hatóságot még nem képviselték, hozzáértő szakértők, médiatanácstagok, 8-an jelentek meg a fórumunkon, ahol polgármester úr egyébként számomra mindig is példaértékűen mutatta be a várost, egy kicsit a város történelmét, úgyhogy a médiahatóság tagja is le voltak nyűgözve, hogy így fejezzem ki magam polgármester úr köszöntőjének köszönhetően, és hát elmondták, hogy ők is itt Tatán, itt, mintha mindig hazajönnének, tényleg egy nagyon nagyszerű környezetben fekvő kis város, amelynek fantasztikusan szép múltja van, és azt gondolom, hogy ennél még fantasztikusabb jövője. Ez most nem azt jelenti, hogy jövőre visszajövünk ide, és itt rendezzük majd a következő közülésünket, de szeretnénk még visszajönni, mert a tagság ezt így szorgalmazza felénk. Szóval a 30 éves évforduló, a médiahatósággal való együttműködés, ennek több eleme volt, a hatóság számtalan pályázatban segít bennünket, anyagi támogatást is nyújt nekünk. Megnyugtatás volt számunkra az, hogy megtudtuk, a keretek maradnak a jövő esztendőben is, tehát valamennyi televíziónk, így a kereskedelmi televíziók a TV állandó pályázatokra, ezt a kedves nézők kedvéért mondom, hogy ez azt jelenti, hogy a híradóink és kulturális magazin műsorink támogatására ír ki pályázatot, a közösségi televíziók pedig továbbra is élvezik a rezsi pályázati támogatást, illetve pályázhatnak műszaki eszközök fejlesztésére is. Mielőtt a részletekbe elmennénk, elnök úr, mit kell tudni magáról az egyesülettől? Kik alkotják, hányan vannak, mi a fő céljuk? Köszönöm a kérdést, büszke vagyok arra, hogy Nagy Magyarországot gyakorlatilag most már hálózatunkkal lefedjük. Hogy miért mondom ezt Nagy Magyarországnak, mert korábban olyan 60 körüli létszámmal büszkélkedhettünk, 60-61 két fő tagtelevízió volt az egyesületünk tagja. A mai közgyűlés, illetve a mostani közgyűlésen, amelyet itt rendeztünk Tatán, a 90-es taglétszámot értük el, tehát 90 tagtelevíziónkkal 7,5 millió, egy picivel több, mint 7,5 millió nézőt érünk el. Annak örülök, hogy ez a rendszer, ez most már a fővárosban is úgy van jelen, hogy jó pár kerületi televízió kezd csatlakozni hozzánk. Ez korábban nem volt jellemző. Ez nekünk több szempontból is fontos. Egyrészt a fővárosi lobby elérhetőbbé válik számunkra, ha van ott is tagtelevíziónk. Marketing szempontból többet érünk, hiszen azok, akik nálunk elhelyezik a reklámjaikat, azok a multicégek, vagy bármely kis cég, most már megjelennek a fővárosban is a különböző csatornákon. Tehát így mondom, hogy közel 8 millió nézőhöz jutunk most már el. Azért azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy egyesületünk jövőre 30 éves lesz, de tagtelevíziónk közül akadnak olyanok, akik már 35 éves születésnapjukat fogják ünnepelni, vagy 31-2 éves születésnapjukat, hiszen anno 1982-ben Pécset már a körzeti televíziósok egyfajta kábel rendszeren keresztül megkezdték az adásukat, még csak jeleket, feliratokat továbbítottak, de ez volt a mi hát első próbálkozásunk, és azt követően 83, 84, 85-ben egymás után szépen alakultak a különböző városi televíziók. Szégyellem, de meg kell kérdeznem, hogy Tatán mikor alakult a televízió? 90-ben, 89-ben voltak a kísérleti adások, és 90-ben akkor.
Hát gyakorlatilag akkor azt mondom, hogy a zöme, amikor indult a televízióknak, akkor Tatán is elindult a televíziózás, és erre rettenetesen büszkék vagyunk, hogy ezt a csapatot most föl tudtuk építeni, ezt a hálózatot ki tudtuk építeni. Én abban bízom, és én ezt tűztem 2016-ban, amikor engem megválasztott a tagság az elnöki lobogómra feliratként, hogy jogi biztonság, elismertség és gazdasági biztonság. Ez az három fontos üzenet, amelyet szeretném, hogyha a jövő esztendő november végéig erősíteni tudnánk. Úgy tűnik, a médiahatósággal való együttműködésnek köszönhetően a jogi biztonságunk talán, bár szeretném, ha a média törvényben nem én, a tagság és az elnökség, hogy a médiatörvényben, amennyiben ehhez hozzányúl a parlament, ugye kétharmados többség kell a médiatörvény bármelyféle megváltoztatásához, egy kicsit konkrétabban szerepelnénk mi. Akár úgy is, mint helyi, akár úgy is, mint kistérségi televízió. Hiszen nagyon sokan kistérségi adásokat készítünk. Tehát akár a teljes megyét lefedik az adásai egy-egy televíziónknak, nem feltétlenül sugározva, hanem természetesen a kábelhálózaton keresztül juttatjuk el a tartalmat. Említette a jogi környezetet. Mi mindennek kell megfelelni egy helyi televíziónak, mondok, milyen jogi környezetben dolgozik? Nagyon sokan úgy gondolják még, hogy összeáll egy csapat, aztán csinál olyan műsort, amilyet éppen finanszíroznak, vagy éppen amilyet a kedve tartja. Hát ez nem egészen így működik. Azt gondolom, a legfontosabb az, hogy nekünk van egy médiahatóságunk, aki műsorszolgáltatási engedélyt ad ki. A műsorszolgáltatási engedélynek több feltétele is van. Az, hogy valaki helyi televízió legyen, és ki megkapja ezt a műsorszolgáltatási jogosultságot, annak rendszeresen kell napi műsort készítenie. Nyilvánvaló, ez lehet egyfajta kábel újságszerű történet, de azért mi abban hiszünk, és éppen ezért kellene megváltoztatni a törvényt, hogy legalább heti 4 óra saját gyártású műsora legyen ennek a bizonyos televíziónak. Tehát akkor kapjon engedélyt. Tagnak hozzánk csak akkor léphet be, ha legalább 1 éven keresztül már ezt a feltételt produkálni tudta. Tehát állandóan kell műsort készíteni, és arról a körzetről, ahova ő ezt az engedélyt megkapta. Ehhez természetesen a kábelszolgáltatókkal le kell szerződnie, vannak különböző jogdíjak, amelyeket fizetnie kell, így az Artisiusnál, a Mahasznál le kell jelentkeznie. Tehát eléggé összetett ez a történet. Aki nálunk tag, az többek között a jogdíj fizetésnél is kedvezményt kap, hiszen az egyesületünk ezt jó pár évvel ezelőtt már kiharcolta. Folytathatnám még, de azt gondolom, van egy-két olyan dolog, amiről még beszéljünk. Hogyha a törvényi részeket nézzük meg, a kábeleseket, ugye a helyi televíziókat több szempontból is lehet csoportosítani, lehet úgy is csoportosítani, mint sugárzó televíziók, földfelszíni sugárzó televíziók, vagy csak kábelen foghatók, és úgy is, mint közösségiek, meg kereskedelmiek kezük, talán az elejével, tehát a fizikálisan hogyan jut el. És itt is komoly paraméterek vannak, és komoly különbségek, komoly lehetőségek, és komolyabb követelmények is. Bizony, kezdem talán a sugárzó televíziókkal. Jelen pillanatban 34 sugárzó televíziónk van a 90 tagunkból. Ez azt jelenti, hogy 34-en adóberendezéssel rendelkeznek, és egy frekvenciával, amelyet a médiahatóságtól, illetve a médiahatóság megfelelő szerveitől kaptak, ott lehetett erre pályázni. Ezek az adóberendezések a digitális átállás során már modernek lettek, ezekkel az adóberendezésekkel azonban egy bizonyos hatókört sugározhatnak csak be. Amennyiben ez túllépik, és ez megnöveli a 150 ezer háztartást, remélem, hogy jól emlékeztem rá, akkor a média szolgáltatásért, amelyért díjat kell fizetni a sugárzó kereskedelmi televízióknak, emelkedik ez a díj. Tehát aki sugároz, és kereskedelmi engedéllyel sugároz, őnekik díjat kell fizetniük a média szolgáltatásért, a rádió engedélyért, hiszen rádió engedélyt is kell a frekvencia mellé szerezni, és működtetniük kell az adóberendezést, ami megint csak pénzbe kerül. Van a másik csoport, ezek a közösségi vagy kisközösségi televízióink, akik nem kereskedelmi engedéllyel működnek, közszolgálati műsort készítenek, őnekik másabbak a feltételeik, de ugyanúgy kell műsor készítési engedélyt, szerződést kötniük a médiahatósággal, és a médiahatóságnál a pályázatoknak köszönhetően is rendszeres ellenőrzést kapnak, hogy megfelelnek ezeknek a feltételeknek, mert számukra pedig úgynevezett kvóta kötelezettség van. Kvóta kötelezettség az,
azt jelenti, hogy az éves műsoridő bizonyos százalékát a 100-ból magyar készítésű, magyar nyelvű műsorokra, Európai Uniós műsorokra, saját gyártású műsorokra kell fordítania, mármint a támogatást és mondjuk a műsoridőt. Amennyiben ez nem működik, úgy büntetésre számíthatnak, sőt, esetleg ha hosszú ideig nem tesznek eleget ezeknek a feltételeknek, akkor kizárják őket a pályázati lehetőségekből. Tehát a sugárzóknál, ahogy elmondtam, ezek a dolgok a jellemzőek, nagyon sokan szeretnének a sugárzó kereskedelmi televízióink átállni sugárzó közösségi televíziókká. Nemrégiben jártam dr. Karas Mónikánál, a Nemzeti Média Sírközösi Hatóság elnökasszonyánál, és megkérdeztem, hogy ennek milyen feltételei vannak, vannak-e feltételei, lehetővé teszi a törvény, ő azt mondta, hogy természetesen lehetővé teszi, tehát lehet próbálkozni, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az, ami nemrégiben történt az egyik TAG televíziónkkal, hogy az egyik kábelszolgáltató IP alapon, tehát a stream, a jelet IP alapon veszi át a televíziótól, és olyan hatalmas területen továbbítja, amire eddig nekünk lehetőségünk nem volt, álmodoztunk róla, de valahol ez a jövő, azt gondolom. Tehát tartalom előállításra továbbra is szükség lesz. A helyi televíziók nélkül nem tudom elképzelni a jövő médiáját. Tehát nem csak abból a szempontból, hogy mi helyben írjuk a történelmet, fénnyel írjuk egy település történelmét, mert hol van olyan archívum Tatáról, amely mondjuk itt van a tatai televízióban. Szerintem senki más nem tud ilyet produkálni, hogyha most erre valahol szükség lenne. Tehát ebből a szempontból is azt gondolom, hogy a jövő tájékoztatásában nekünk kulcs szerepünk van akkor is, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Tata televíziója az országos csatornákat tudósítja helyből, hiszen erre a legalkalmasabb ez a kis közösség, amely itt egyébként egy kiváló műsorrendet készít, és csupa jó hírünk van nekünk a tatai televízióról, és néhány helyszínen mindig példálózom vele, hogy bezzeg Tatán ez megoldódott, meg bezzeg Tatai. Köszönjük, elnök. De nem azért jöttem, hogy dicsérjelek. Én visszakanyarodnék a kábeles problémához. Az évről évre húzódik ez itt a városunkban is kérdés, hogy bizonyos kábelszolgáltatóknál miért nem jelenik meg a tatai televízió. Ebben a harcban, mert ez már harc, hisz évek óta folyik, és nem titkoltan a kábelszolgáltatók nem egészen korrekt módon nem tartják be a média törvény előírásait, nevezetesen az, hogy kötelező nekik főleg a közösségieket megjeleníteni. Ebben a harcban hol állunk? Akkor most térjünk vissza egy nagyon picit a jogi biztonságunkra. Amennyiben a média törvényben ez pontosítva lenne, hogy egy kábelszolgáltatónak egészen pontosan mi a kötelezettsége, és az lefektetve, hol, milyen területen jelenjék meg. Mondok egy egyszerű dolgot. Tatai Televízió előállít egy jelet. A kábelszolgáltatónak tudnia kéne a törvény értelmében, hogy ezt a jelet a Tatai TV-nek meddig kell eljuttatnia, ahonnan a továbbítás a lakosság felé már az ő feladata lenne. Tehát mondjuk az épületen belül a falig eljuttatja a Tatai TV a jelet, onnantól ez már a kábelszolgáltató feladata lenne. De ez nincs leírva a törvényben. Tehát pontosítani kellene ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy adott területen a kábelszolgáltatónak hány televíziót kellene, és milyen televízió jelét, és milyen formában továbbítania. Jelen pillanatban egy érdekes felállás és változás megy végbe a kábelszolgáltatóknál. Ugye eddig volt két nagyobb kábel szövetség, most gyakorlatilag a nagy szolgáltatók, név nélkül mondom, kiváltak és alakítottak egy újabb közösséget. Ebben a két kisebb közösség, akinek közel 100-100 tagja van, egy-egy szavazattal megjelenhetett. Én ezt nem tartom jó megoldásnak, én a következő dologtól félek, és azt gondolom, hogy ebben a nézőink segíthetnek. Tehát az, hogy mondjuk egy kábelszolgáltató nem akarja a jelet betenni az ő rendszerébe, ebben a néző úgy tud segíteni, ahogy most a mi példánkat mondom, én a Szombathelyi Média Központ televízióját is vezetem, nálunk az analóg jelet levette a kábelszolgáltató, egy nagy szolgáltatóról van szó.
Egy két hét múlva közben hozzánk jöttek a telefonok. Mindenkinek csak azt tudtuk mondani, hogy ne haragudjanak, ne nálunk. A szolgáltatónál tessenek reklamálni. Bementek két hét múlva, jelezte a szolgáltató, hogy vissza fognak tenni bennünket az analógba, mert annyi volt a panasz, attól félnek, hogy elmennek és előfizetőt váltanak az emberek. De ahol meg nincs ott a jel, ott ha a néző szeretné, akkor ő tudja ezt kiharcolni. Én azt gondolom, hogy a Tatai Televízió műsorai olyan széles földrajzi területen jelennek meg, hogy nem tudom elképzelni, hogy onnan ne lennének tudósítások, naponta, hetente, többször is, és ezt várhatják a nézők. Most akinél nincs ott a jel, ne várja, hogy majd ő maga, a családtagja, a rokon, a barátja ott lesz majd a készüléken, vagy esetleg a saját településén történt eseményekről, vagy mondjuk egy jeles személyiségről majd tudósítást lát. Egy picit a nézőinknek is harcolni kellene értünk, ha valóban igaz az, amit a felmérések mondanak, hogy hitelesek és szerethetőek vagyunk. Említettem, már a felmérést tartunk. Milyen adatokat emelnek ebből a felmérésből? Minden évben elkészíti ezt a helyi televíziók egyesülete. Valamennyi tagtelevízió megadja az adatait itt a működéstől kezdve, a finanszírozástól kezdve, a műsorföldig minden benne van. Hatalmas adathalmaz. Ahhoz, hogy a súlyunkat, vagy az egyesület súlyát a nézők is értsék, mi az, amit kiemelne ebből, milyen tényezőket, vagy milyen adatokat? Ha még lenne egy óránk, akkor azt gondolom, hogy egész részletesen el tudnám mondani, de még egy pillanatra, ha megengeded nekem, visszatérnék a kábelszolgáltatókra, hiszen épp a műsor előtt, hogy megérkeztem, beszélgettünk arról, hogy elindult egyfajta érdeklődés irányunkba a kis kábelszolgáltatók felől. Ez azt jelenti, hogy hamarosan a fővárosban találkozunk, és szeretnének ők belépni a mi egyesületünkbe pártoló tagnak. Azt kérik, hogy cserébe mi is lépjünk be ő hozzájuk. Tehát valahol elkezdenek közeledni az álláspontok, de ők a kisebb kábelszolgáltatók. Jó lenne, ha a nagyok részről is ezt megkapnánk. Visszatérve az eredeti kérdésedre, valóban minden esztendőben készül egy nagyon komoly felmérés arról, hogy miként működünk, milyen anyagi támogatással, milyen önkormányzati támogatással, milyen saját bevétellel, reklámbevétellel, hány kollégánk dolgozik nálunk, tehát úgy nagyjából tudjuk azt is, most fejből meg nem tudom mondani, de hogy hány száz vagy ezer kollégát foglalkoztatunk, hány családnak adunk mi gyakorlatilag minden hónapban megélhetéshez egy kis anyagi juttatást. Azért mondom mindezt, mert sokan talán nincsenek tisztában azzal, hogy akit a képernyőn látnak, ő nem mindenki főállásos dolgozónk. Tehát vannak, akik vállalkozásban mondjuk este bejönnek és levezetnek egy műsort. Beülnek egy esti adásba a keverőpult mellé, a hang mellé, bejönnek operatőrként, kameramanként a stúdióba beülnek. Tehát, hogy mi nem csak a főállásban lévő dolgozóknak adunk munkát, hanem sok-sok másnak is kínálunk lehetőséget, ezáltal egy kis kiegészítést a munkájukhoz. Azt kell megfigyelnünk, hogy az utóbbi esztendőkben az önkormányzati támogatások jelentősen csökkentek. Ennek nyilván az lehet az oka, hogy egyfajta, az önkormányzatoktól is egyfajta elvonás van, illetve más területekre kell átcsoportosítaniuk a forrásokat, így talán nekünk is kevesebbet adnak. Én erre úgy szoktam fogalmazni a polgármestereknek, hogy nem pénzt kérünk többet, hanem feladatot. Tehát, mert a feladattal aztán nyilván majd jár pénz. Számtalan pályázati lehetősége van az önkormányzatoknak, önkormányzati cégeknek, akik, hogyha ebbe bevonják a helyi televíziókat, akkor valahol pótolva van már is, hiszen kötelező a kommunikáció a pályázatoknál. Tehát itt lehetne egy picit előbbre lépnünk. A reklám területén ott egy nagyon pici elmozdulás mutatkozik méghozzá hát pozitív irányba. Igen ám, csak hogy például a kereskedelmi csatornákkal szemben a közösségi televízióknál ez már egy korlát. Hiszen náluk éppen azért, mert közösségiek óránként nem 12 perc reklámidő értékesítése áll lehetőségre, hanem csak 6. Vagy például, azt jól emlékszem, hogy PR jellegű anyagot nem lehet megjelentetni. Igen, például támogatottat, vagy tehát, hogy szponzorál. Így van. Tehát ezt is valahol pótolni kellene. Hol lehet máshol? Pályázati pénzekből. Vagy nagyon fontos lenne az, hogy nagyon kevés filmet készítünk mi. Tehát ez is kiderült, hogy
nem készítünk dokumentumfilmeket, holott valamikor a helyi tévékre ez jellemző volt, akkor volt forrás, most nem nagyon van. A médiahatóságnál épp azt mondtuk, hogy milyen jó lenne, ha a mecenatúra program keretében lenne egy elkülönített forrás mennyiség, amelyre kifejezetten helyi televíziók pályázhatnának, és közkincsé lehetne ezeket a dokumentumfilmeket bocsájtani, mondjuk egy országos keresési lehetőségben, egy országos adatbázisban, hiszen többnyire ezek a filmek egy-egy szakdolgozatnál segíthetnek annak, aki mondjuk ezt elkészíti, ezt a dolgozatot. Mondhatnék még adatokat, hogy hány hölgyet foglalkoztatunk, hány úriember dolgozik nálunk, hány fiatal, tehát életkorra is vagyunk azért egy picit bontva. Végzettség szempontjából is bárkinek azonnal tudnám mondani, ha megnézem az adatokat, hogy hány felsőfokú végzettséggel, középfokú végzettséggel rendelkező kolléga dolgozik nálunk. Hány földrajzilag, hány települést érünk el, szóval ezerféleképpen lehet válogatni az adatok között. A médiahatóság ezért fogadja tőlünk nagy szeretettel és nagy köszönettel ezt az adatbázist. Úgyhogy én borzasztóan örülök annak, amikor ezt kérik tőlem. December 5-én a Műszaki Egyetemen a helyi televíziózás lesz egy fő téma. Nyilván ennek van egy műszaki vonatkozása és egy tartalmi. És a tartalmi vonatkozásban épp ezt kérték tőlem, hogy mutassam be többek között azt, hogy mit mutatnak ezek a felmérések. Egyébként pedig nem tudom, hogy igazgató úr is, te is ott leszel ezen az eseményen, vagy összeállítottad a kérdést, ott nem hasonló kérdéseket akarnak ott is tőlem majd megkérdezni, úgyhogy bízom abban, hogy ez az ismertség, amit a második jelszóként a zászlóra tűztem, hogy ezt növeljük, ezek által a lehetőségek által tudjuk növelni, és integrálódunk, egyre több országos szervezet keresi velünk a kapcsolatot. Nemrég a Művészeti Akadémiával kötöttünk egy együttműködési szerződést, oda-vissza alapon próbáljuk egymást támogatni, de keresi a helyi kisvárosok szövetsége is velünk a kapcsolatot, a megyei jogú városok szövetségén elnöke Szita Károly kért fel bennünket, hogy tartsunk egy előadást magunkról, mutassuk be, hogy mire vagyunk képesek, mondjuk el, kikkel dolgozunk együtt, milyen lehetőségeink vannak a továbbiakban a megélhetésre. Ezek mind-mind örömhírek, hogy figyelnek egy picit ránk, talán segítő szándékkal, talán azért is, hogy mire lehetne jobban alapozni, hogy mondjuk a helyi lakosok, egy-egy település lakosa a saját településével az identitás tudat formálásában hogy tudunk segíteni ebben a munkában? Vonjunk következtetést egyfajtát, hogyha lehet. Amit ön elmondott, hogy több egyesület keresi a szervezetet, az egyesületet, ez kicsit azt is jelentheti, hogy azok a fajta elképzelések, amelyek mondjuk 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt már a halálát jelezték a helyi televíziózásnak, ez megváltozott, ez a tendencia? Ha egyszerűbben akarom kérdezni, akkor van ma létjogosultsága a helyi televíziózásnak? Azért köszönöm a kérdést, és bár nem illik kérdésre válaszolni, de én is kérdeznék. Vajon mi lehet az oka annak, hogy ezek a szervezetek kezdeményezik a velünk való kapcsolatot? Mert véleményem szerint a kérdésemre az a válasz, és utána visszatérünk majd az eredeti kérdésre, hogy nagy valószínűséggel ők is észrevették azt, hogy lehet, hogy mégiscsak a helyi tévék lehetnek az igazi partnerek, mert elképzelhető, hogy más partnerektől nem sikerült megkapniuk azt, amire ők számítottak. Nem úgy sikerült mondjuk egy-egy kommunikációs kampányuk, nem úgy sikerült egy-egy image növelő kampányuk. A felméréseket kellene nekik is nézni. Nem csak azt, amit mondjuk azok a médiakutatók jelentetnek meg, ahol mi mondjuk olyan stabilan az 5. helyen vagyunk az országos magyar nyelvű csatornák, 120 csatorna közül. Tehát a helyi televízió? Így van, a helyi televíziás összeadva a nézettségünket. Tehát mondjuk az esti híradónkban, amikor olyan 6-7 óra körül lemennek minden nagy televíziónkban a friss esti hírek, akkor az legjobbak vagyunk ma Magyarországon. Tehát a legtöbb nézőt mi tudjuk leültetni a készülékek elé. Bocsánat, nem biztos, hogy a készülékek elé. Lehet, hogy le tudjuk ültetni egy számítógép elé, egy okostelefon elé, egy tablet elé, hiszen nagyon sok televíziónk online live élő adást biztosít. Tehát a világban bárhol vagyok, ha meg akarom nézni, hogy mi történt ma Tatán, akkor egyszerűen rácsatlakozom az internetes lehetőségre, megkeresem és megnézem. Tehát mi már egy kicsit többet kínálunk annál, mint amit a kedves nézők gondolnak. Ugye van
kétfajta tévénéző, a hátradőlős, aki otthon nézi a régi monitoron még, de hát a hagyományos értelemben fogyasztja a televíziózást, és van a kisé előredőlő, ez biztos, hogy számítógépen dolgozik, vagy az okostelefonját prittyköli, vagy éppen a tabletjén keres bennünket, vagy néz valami videótartalmat, videótartalom, tehát nem feltétlenül a helyi televíziót akarja nézni, de akárhogy is van, mégiscsak a helyi televízió által előállított tartalmat találja meg az interneten, ha videót néz. Tehát ebből a szempontból a kérdésre a válasz talán az lehet, hogy valahol az összes többi médium, most már mondhatom azt, hogy nem feltétlenül csak a televíziós műsort előállító médium, az elmúlt 5 évben valamit elronthatott. Erről most nyithatnánk egy újabb vitát, hogy itt most a tartalom előállítása, a műsorok szerkesztése, a hír anyagoknak az összeállítása lehet a hiba. Vagy esetlegesen tulajdonosváltás, vagy egyéb olyan dolog, ami miatt esetleg a nézők mondjuk egy picit elfordultak tőlük. Ez azt jelenti, hogy aki eddig ott jelent meg, annak az már nem megfelelő, keresi az új lehetőségeket, és 5 éven belül megtalált minket. Megtalálta azt, hogy az 5. legnézettebbek vagyunk, 120 magyar nyelvű csatorna közül, ez azért nagyon nagy büszkeség, amit el kell, hogy mondjak, és amit jeleztem, hogy hitelesek és szerethetőek vagyunk, hát azzal foglalkozunk, ami az ott élő, a településeken élő embereket érdekli, és ezt vissza tudják keresni. Nem feltétlenül adott időben, amikor megy a híradónk, néznek csak bennünket. Többen megismételjük a műsorainkat. Ez egy nagyon jó dolog, hogy készítünk egy 2 órányi anyagot 6-tól 8-ig, majd azt 8-tól 10-ig, 10-től éjfélig megismételjük. Másnap délelőtt újra. Hogy a csodában kerülne esetleg a néző szeme elé, aki a kapcsolóval dolgozgat, az, hogy mi van nálunk, de egy hírnek, amely fontos, a linkje, a YouTube linkje, vagy bármely linkje azonnal tovább mehet több száz emberhez, hogy te nézzétek meg, tegnap este ez ment a televíziós csatornán, itt helyben, Tatán, vagy éppen a környező településeken. Ők fel tudnak menni, és a link alapján meg tudják nézni, mert mi nem zárjuk el ezeket a híreket mások elől, hiszen ezért készülnek, hogy minél többen láthassák. Egy tendencia indult először a megyei jogú városoknál, aztán a mondjuk Tatán is abból indulok ki, hogy kezdődött televízióval, egy tatai televízióval, aztán lett egy körzeti, hozzá egy tatabányai, tehát egy hálózat, sőt még az újság is. Tehát mi ezt úgy neveztük korábban, hogy a médiacentrumosodás, ahol másút még mondjuk egy híradós vagy egy híradós műfajt inkább művelő helyi rádió is bekapcsolódott ebbe a történetbe. Ez mennyire oltja vagy segíti a helyi televíziózást? Ez a másik dolog, amire nagyon büszkék lehetünk, hogy egy médiaközpont nem jöhetne létre anélkül, hogy ott nincs megfelelő tartalom előállító műszaki személyzet. Tehát a humán erőforrások, és talán ezért a nagyobb városokban alakultak meg először ezek, rendelkezésre állnak. Ha minden város rájönne arra, hogy például ide pakolni kellene még egy rádiót, most... A megélhetés szempontjából a rádió egy roppant könnyen előállítható, tartalmi szempontjából előállítható médium, amit működtetni még egyszerűbb, kevesebb pénzt kell hozzá, ugyanakkor a reklámbevételek szempontjából pedig szebb pénzt hoz, mint mondjuk a televízió, ha a ráfordítási költségeket is nézem. De abból a forrásból, amit mondjuk egy tévé, rádió és újság, vagy egy internetes hírportál felület ad, és hoz egy média központnak, azt is jelentheti egy város tulajdonosnak, egy városnak mondjuk, hogy nézzük meg, mit fejlődnek, és évről évre kevesebb támogatást adjunk, inkább feladatokat, amelyekből pénzhez juthatnak. Mert lámlám a bevételük azáltal, hogy mi lehetővé tettük azt, hogy igen, indítsanak egy rádiót is, igen, ott az újságot is rendszeresen ők adják ki. Ott igenis csökkenteni lehet egy idő után a támogatást. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Nekünk pedig azért fontos ez, mert azt a humán erőforrást, amely 4 médiába állít elő tartalmat, azt jobban meg tudjuk becsülni, akkor inkább így mondom. Tehát boldogabbak minden hónap végén, amikor a számlájukra megérkezik a fizetésük. És van utánpótlás, mert utóbbi időben ugye az is hallatszik, hogy nem nagyon. 2 tendencia volt, annak idején, hogy korábban rengeteg pedagógus a fizetése miatt inkább a helyi televíziós stúdióiba köszönt be, és csinálta áldásos tevékenységet. Aztán jött egy óriási fellendülés, amikor a fizetéses egyetemek, főiskolák ontották a kommunikáció média szakos hallgatókat, akiknek viszont a
képzettsége nem volt olyan szintű, hogy abból profitálni tudott volna, akár az országos, vagy akár a helyi televíziózás. Mi most a helyzet, elnök úr? Annyira jól látja igazgató úr ezeket a dolgokat, hogy nem véletlenül tagja a mi elnökségünknek. Ezt a gondolkodást kellene, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan döntő helyen ülő személyiségnek elsajátítani, vagy ismernie, akik arról döntenek, hogy miként lehetne bennünket segíteni forrásokkal, vagy ilyen lehetőségekkel, hogy valahol mégiscsak el kéne indítani olyan képzéseket, ahol mi a jövőnk szempontjából fontos szakembereket képezzük. És itt most nem csak arról van szó, hogy a pedagógusok visszamennek a pályájukra, én ennek örülök, megmondom őszintén, mert nagyon nagy szükség van a jól képzett pedagógusokra. De ezek a pedagógusok nem csak nálunk dolgoztak, hanem dolgoztak a megyei lapoknál, a városi újságoknál, itt, ott, amott, tehát nem videós tartalmat feltétlenül állítottak elő, hanem a print médiában dolgoztak, és most onnan is eltűntek. És ezért van az, hogy a print média komoly problémákkal küszködik, mert nincsenek megfelelő tartalom előállító. Nekünk valóban képzéseket kell indítanunk. Ha ezt mi nem tudjuk felsőoktatási intézménnyel, tehát akár az ELTE-vel, vagy akár más olyan egyetemmel elindítani, ahol hajlandók lennének műszaki képzést is indítani, tehát operatőrök, vágók képzésére gondolok, akkor nekünk kell megoldanunk ezt. Erre most van egy jelentkezőnk, én már most jelzem esetleg mindazoknak, akik itt a térségben élnek, hogy a jövő esztendőben megpróbálunk egy OKS végzettséggel bíró képzést elindítani műszaki területre, tehát operatőröket, vágókat szeretnénk képezni, hogy szerkesztőket honnan veszünk, ez azt gondolom, hogy a jövő esztendőnek lehet még egy feladata, hogy keressünk partnert, akivel ezt meg tudjuk oldani. Érintőlegesen már beszéltünk a finanszírozásról, az köztudomású, hogy talán nincs is olyan helyi televízió, amely ne függne önkormányzati támogatástól, még azok, akik saját kezükbe veszik a tulajdonlást, még ott is, ha nem támogatja az önkormányzat, nem tud megrendelést szerezni az önkormányzattól, akkor ez nem működik. Mennyire teszi ezt tartalom előállítás szempontjából függővé a helyi televíziót, mennyire garancia arra, hogy később is működik, és akkor még egy mondattal, hisz az is elhangzott ezen a konferencián, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak nem kötelező feladatként jelent meg a helyi televízió működtetése. Az igen, hogy a döntéseit, határozatait kommunikálja, tegye közzé, tehát ennek a platformja lehet egy újság, lehet egy rádió, lehet egy tévé. Lehet, hogy hosszú volt a kérdés, de szerintem elnök úr érti, hogy mi az. Nem hosszú volt a kérdés, hanem jó volt, és benne volt a válasz. Tehát jelen van a bölcsesség a stúdióban, akkor úgy mondom most jó. A beszélgetésünk során, mert hiszen ők nem támogatást adnak. Tehát ezt például Tataváros polgármester a köszöntőjében nagyon jól elmondta. Tehát, hogyha azt számolnánk ki, hogy mekkora összeg ez a támogatás, és hogy Tata televíziója mit ad cserébe az önkormányzatnak, hogyha azt átszámolnánk normálisan, tehát mondjuk egy perc anyag ér x forintot, összeszoroznánk, hogy mennyi tartalmat állít elő a televízió, és mellé tennénk a támogatást. Persze nyilván az előállításban benne vannak azok a háttér dolgok, hogy rezsiköltség, az infrastruktúra, és a többi, és a többi, és a többi. Akkor kiderülne, hogy sokkal többet állít elő tartalmi értékben a televízió, mint amennyi a támogatás. Ezt bölcsen tudja nagyon sok város vezetője. Hogyha ők nem tudnak egy ilyen, ismételem magam a jelzőkkel, hihető, hiteles és szerethető médiumon keresztül üzenni az embereknek, akkor keressenek valami más forrást. De mit? Milyen kommunikációs felületet? Én azt gondolom továbbra is, hogy nevezzük ezt a támogatást tartalom előállításnak, és ezt úgy bővítsük, hogy adjunk plusz feladatokat, és amellé tudjunk biztosítani külső forrásokat. Nem feltétlenül kell saját forrásból megoldani. Én nagyon örülnék annak, hogyha a kormányunk is észrevenné azt, hogy nekünk egy ekkora hatalmas célcsoportot elérő közösségünk van, és hogy ezt milyen feladatokkal lehetne megbízni, és emellé lehetne támogatást biztosítani. Most sokan azt mondanák nekem, hogy elnök úr, normatíváról beszélünk. Nem. Hiszen nem egyformán osztanánk el ezt az összeget a tagjaink között, hanem akinek éppen az adott területen a céllal azonosuló feladata van, arra kapjon akkor forrást. És a legegyszerűbb tényleg az lenne, hogyha az egyesületünkön keresztül tudnánk ezt a forrást szétosztani, mert akkor az ellenőrzése ennek az összegnek egyszerűbb lenne. Azon az egyesületen keresztül, amely 30 éves lesz jövőre, sok-sok esemény lesz, csak úgy, hát nem is azt mondom ötletszerűen, de milyen tervekkel áll elő az egyesület, mi az, amire már most lehet jelentkezni, mi az, amit már most szívesen a nézők figyelmébe ajánlanak?
Ami a nézők szempontjából talán fontos lehet, hogy szeretnénk több filmet hozni a TAK televízióinknak. Éppen ezért a Művészeti Akadémiával kötöttünk magyar filmekről beszél. Magyar filmeket. Szeretnénk, hogyha a mecenatúra programon belül a díjnyertes filmek, hiszen azért azt el kell mondjuk, hogy a támogatásoknak köszönhetően nagyon sok nemzetközi porondon díjakat hazahozott filmek nem jutnak el hozzánk. Ezeket szeretnénk ide behozni, tehát ezzel színesítve a kínálatunkat. Nagyon szeretnénk egy országos roadshow-t. Szeretnénk, hogyha, és több városban eljutni. Szeretnénk, hogyha a munkatársaink, és itt most egy kicsit félve nézek, mert a műszak ott ül kint a stúdióban, hogyha ők közülük néhányat sikerülne kiképeznünk arra, hogy a tömeg eseményeken, ahol mindig mindenhol ott vagyunk mi, az újraélesztés tekintetében legyenek kiképezve, tehát egy ilyen reanimációs újraélesztés képzést szeretnénk megvalósítani. Könyvet adunk ki, filmet készítünk a 30-as évről. Képzést szeretnénk indítani, tehát ebben azok a fiatalok, akik szeretnének esetleg a televízióknál dolgozni, akár vágóként, ők megkapják majd ezeket a felhívásokat, jelentkezhetnek, lehet, hogy itt találják meg életük célját, álmát, vágyát. Úgyhogy több ilyen eseményre lehet majd számítani, meg várjuk az ötleteket. Hát nem magunkért vagyunk, hanem a nézőkért. Tehát mi azt szeretnénk csinálni, és úgy, hogy a néző elégedett, és boldog legyen továbbra is velünk. Ehhez kérem mindenkinek a figyelmét, ötletét, hogy legyenek részesei a mi 30 éves születésnapi évünknek 2019-ben. Várjuk Önöket szeretettel a készülékek elé. Elnök úr, ez végszónak is megfelelő volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.